Jó, na nézzük meg akkor Leának a sorsát egy picit. Ugye itt olvastam, hogy Jákob sokkal jobban szerette Ráhelt, és a 30-as versben és a 31-es versben azt olvassuk, hogy és az örökkévaló látta, hogy Jákob megveti Leát, ő viszont megáldotta az asszonyt, hogy gyermeket fogadjon. Tehát itt egymás után jön ez a két verszak, és annyira drasztikus, hogy sokkal jobban szerette, Jákob meg megvetette őt. Tehát ebből így nagyon nehéz élete és sorsa lehetett. Nyilván egy nem kívánt nő volt, egyszerűen eldobott volt, elvetett volt, sőt én megdöbbentem, amikor megnéztem a héberbe ezt a szót, hogy Jákob megveti Leát, képzeljétek, az van, hogy gyűlöli. Tehát most ezt csak azért mondom, hogy bele lehet érezni, hogy ő hogy élt. Hogy ott volt mellette a szeretett nő, akit szeretett a férje, ő meg nem az volt. Tehát ez nagyon kemény lehetett, és nem a saját hibájából került ebbe a helyzetbe, hanem a körülmények áldozata lett. Tehát nem úgy alakultak a dolgok, ahogy elképzelte ő, és nem úgy valósultak meg, és még vissza is ütött ennyire keményen, hogy megvetett, gyűlölt, eldobott volt. De itt is van nekünk egy üzenet, és azt mondja, hogy az örökkévaló viszont látta, és megáldotta őt. Tehát Isten lát minden körülményünket, látja, tudja azokat az apró kis napi dolgokat is, mondatokat, vagy tetteket is, ezeket ő látja, tudja, és tud róla, és ezek ellenére, nem ezek miatt, hanem ő megáld ebben a helyzetben is, és meg tudta áldani. És látod, ilyen Istenünk van nekünk, aki lát és megáld. Mint ahogy ugye hallottuk, hogy a Melkisédek rendje szerinti pap is áld. Meg pont ma olvastam itt tovább a Jákob történetét, hogy amikor küzdött az angyallal, és tudjuk, hogy ott az egy Krisztofánia volt, Krisztus volt, és megáldotta. Tehát ott is áldásról olvasunk. Tehát nekünk ilyen Istenünk van, aki lát, tudja, még ha valaki megvetett is, és megáld ebben a körülményekben, és nézd meg, hogy Lea szült. Ugye? Tehát mi történt vele? Produktív lett, és gyümölcsöző lett. Tehát az áldásnak ez a következménye, hogy produktívak és gyümölcsözők vagyunk, és ugye Isten minket már látott, minket már megáldott, tehát tudunk lenni produktívak, és tudunk lenni gyümölcsözőek, nem mondd, hogy te nem vagy alkalmas, te nem látod magadban azt még, hogy nem baj, Isten már látja. Jó? Tehát Isten már előre úgy lát minket. És az egyik kedvenc történetem a Gedeon, amikor tudjátok a Gedeon, hogy jaj, nem alkalmas, ő nem, és akkor Isten úgy szólítja meg, amikor csépeli a gabonát, hogy Gedeon, és az eredeti éberben úgy van, hogy minden bátorsággal teljes férfi. És így nevezi Isten őt. Pedig a Gedeon mondja, hogy jaj, hát az én házam a legkisebb, jaj, én nem vagyok alkalmas, engem akarsz elhívni, hogy a midianitákat legyőzzem, de már Isten előre őt így szólította meg, hogy minden bátorsággal teljes férfi. Ez így van velünk is. Előre Isten így lát bennünket, és itt az idő, hogy a gondolkodás módunkat hozzáigazítsuk az Istenhez. Jó, hogy mi, hogy hogyan gondolkodik ő rólunk, és ugyanígy tudjunk gondolkodni, és ha visszatérek Leára, akkor igenis képesek vagyunk produktívak és gyümölcsözőek lenni, mert ő már meglátta a mi bűnös voltunkat, ő már megmentett minket, megáldott minket, ezért tudunk produktívak lenni. Jó? És egy másik igazságot is látok itt, hogy Isten az, aki megnyitja a méhet. Tehát ő hozzá lehet fordulni, és ő az, akinek erre megvan a képessége, hogy meg tud nyitni egy méhet. Tehát ez többször is látunk a Biblia, Annánál is ott van, hogy Isten rendelkezik ebben a képességgel, hogy megnyissa az ember méhét és üljön. De ha ő ki tud nyitni valamit, akkor ő be is tud zárni. Tehát itt ez fordítva is igaz, hogy be is tud zárni méhet, hogyha már elég a gyereksereg. Tehát a nyitás és a zárás képessége is ő benne megvan.
És akkor ezek után látjuk itt, hogy Lea megszült 4 gyereket, és ezek után a 30. rész első verse azt reagálja Ráhel: látta Ráhel, hogy nem tud Jákobnak gyereket szülni, és emiatt féltékeny lett a nővérére Leára, és azt mondta Jákobnak: adj nekem gyereket, mert ha nem, belehalok. Jákob ezért nagyon megharagudott rá, és azt mondta: Isten vagyok én, hogy gyereket adjak, ha ő nem engedi, hogy szüljön, mit tehetek? Tehát itt Lea leszülte a 4 gyereket, a Ráhel nem szült még semmit, ez ugye minimum 4 év, azért ha években gondolkodunk, tehát azért ez nem egy-két napról van szó itt. És ez volt a reakciója, hogy ő irigy és féltékeny lett. És ezek után a 30. rész, az egész rész erről szól, hogy a két nő hogy verseng és tusakodik egymással, és a gyerek áldásért hogyan küzdenek, és egymás között ez a harc hogyan zajlik, és ebbe enged bele láttatni minket az ige. És itt azért egy nagyon kemény dolgot látunk, hogy féltékeny és irigy lett. Itt egy kicsit így gondoltam, hogy ez erről az irigységről így, én meg itt picit így tanulmányoztam, megnéztem ezt az igében, és nagyon komoly és elég kemény üzenete van így ennek. Tehát ugye a két nő közt egy versengés indult, és mit reagálta Ráhel? Oda ment Jákobhoz, és követelte tőle, hogy adjon ő neki gyereket, pedig tudja, hogy az áldás Istentől van, tehát ő először is a férjétől várta az áldását, megfenyegette őt, hogy ha nem adsz nekem, akkor meghalok. Harmadszor úgy beszélt, hogy önmagára mondott ki egy átkot: ha nem adsz te, akkor meghalok. És ez nagyon kemény, hogy ebben a helyzetben egy irigy emberből, tehát az irigység, az mit tud kihozni egy emberből. Nézzétek meg, hogy ugye irigy lett, féltékeny lett, elindult a verseny és a tusakodás, testbebízás, mert adjál te nekem, nem az Isten, ugye helytelenül beszélt, önmagára átkot kimondott, haragos volt, és azért férjével is azt megegyezhetjük, hogy teljesen tiszteletlenül beszélt, és utána látjuk a következő lépését, hogy előveszi a szolgálót, és ugye azt tudjuk, hogy az akkor a Sáránál beszéltük, hogy a kornak ez is egy szokása volt, hogyha az ő szolgálóját odaadja a férjének, és az szül gyereket, úgymond az ő térdein szüli, akkor az ő neki tulajdonított az a gyerek, és azt úgy tekintik, hogy az ő gyereke. De hát azért tudjuk Sáráik történetéből is, hogy van különbség a saját gyerek és a szolgálótól való gyerek közt. Tehát itt is a lényeg, hogy a hit helyett a szokásokhoz fordult. Tehát, és itt az egyik gyerek névnél írja is, hogy tüzes versenyben vagyok a némémmel. Tehát itt egy nagyon komoly versengés indult el, aminek az egésznek a forrása az irigység volt. Megnéztem az értelmező kézi szótár, mit mond az irigységről, csak hogy tisztuljon a kép. Azt mondja az irigységről, hogy aki más javán, sikerein, jobb helyzetén bosszankodik, és azt inkább magának kívánja. Tehát ugye másnak van java, sikere, jobb dolga, és az bárcsak az övé lenne. Vagy a féltékenységre pedig azt mondja, hogy aki valamilyen értékét félti, rossz szemmel néz, mert fél, hogy háttérbe szorul, vagy más fülébe kerekedik. Tehát egy rossz szemmel való nézés megint a más áldására, és van benne egy félelem is, azért féltékenység, mert fél, hogy más áldása miatt majd ő fog háttérbe szorulni, vagy ő fölé kerekednek. Nagyon érdekes, és nagyon gyakori probléma. Tehát szintén így beírtam a keresőbe, hogy irigység, kiadott egy csomó helyet, és csak néhányat kiemeltem, és azt, hogy mire volt az irigység, most tényleg nem akarom felolvasni, csak így, hogy legyen egy képünk, hogy történt. Az egy Mózesben Izsáknál, ugye, amikor meggazdagodott, nagy vagyonra tett szert, Isten áldása meglátszott az életén, és a filiszteusok irigykedtek rá. Tehát ugye volt egy vagyona, és arra lettek irigyek.
Itt a Ráhelnél látjuk, hogy a gyerek áldás miatt elkezd irigykedni. Józsefnél, hogy a testvérei elkezdtek irigykedni rá, ugye az elhívása miatt, kenete miatt, a sorsa miatt, a rajta lévő karizmák miatt. Mózesnél is találkozunk irigységgel, ez a Zsoltárok írja le, ott is az elhívása miatt a Míriámék irigykedni kezdtek rá, hogy csak Mózeshez szól az Úr, hozzánk nem. Tehát ott is egy ilyen jött be. Sőt, Jézusnál is azt írja az ige, hogy az, a Máté 27-ben, hogy a farizeusok és a törvénytudók irigységből adták kézre. Tehát ugye Jézusnak csodákat tett, jeleket, gyógyulásokat, úgy beszélt, hogy ilyet még nem láttunk, ilyen hatalommal beszélni, és ott is egy irigység jött. Az apostolok cselekedetei szintén tele van, amikor az apostolokra irigykednek, hogy sok jelet, csodát tettek, gyógyulást. Pál a pizidiai Antiókában mindenki összegyűlt, hogy őket hallgatta, és előálltak a farizeusok. Ott is irigykedtek. Tehát és most csak azért akartam így felsorolni, hogy ez egy valós probléma, és a Biblia foglalkozik ezzel a kérdéssel, hogy az irigység, mert látszik, hogy a bibliai történeteken belül is számtalanszor találkozunk irigységgel. És megnéztem azt is, hogy mit mond maga, az, ugye ezek a történetek voltak, és hogy mit mond maga a Biblia az irigységre. Róma 1.29-ben, szintén az idő rövidsége miatt most nem olvasnám fel az ige helyeket, de azt mondja az irigységre, hogy ez testi magatartás. A Galata 5.21 a test cselekedetei között sorolja fel az irigységet, és mi a test cselekedetei? Minden, ami nem az Isten gondolatainak megfelelő cselekedet, ami nem egyezik az Isten gondolatának. Az 1 Korintus 3 azt mondja, hogy még kis dedek vagy bébik vagytok, hogyha irigység van köztetek. Tehát magyarul az irigység és az érettség az két ellentétes dolog. Tehát éretlenségre utal, ha valakinek irigység van az életében. Meg itt azt is látni, hogy ugye, tehát úgymond bébi keresztény, magyarul ő újjá van már születve, de még nem újította meg az elméjét ezen a területen. Tehát itt is, itt az idő, hogy ezen a területen is lássuk meg, hogy Isten mit mond erről. Akkor a Titus 3 mondja azt, hogy régen ilyenek voltunk, de ma már nem. Vagyis, mit jelent ez, hogy az új teremtésnek nem jellemvonása az irigység. Régen ilyenek voltunk, de már nem. A Jakab levél, a 3. rész azt mondja, hogy ahol irigység és önző ambíciók vannak, ott a rend felborul, és mindenféle gonoszság van. Tehát az irigység az nagyon meg tudja akadályozni azt, hogy az életünkbe áldások jöjjenek, és ezt legjobban a Jakab 4.2 igazolja, hogy azt írja Jakab, hogy kívántok valamit, és nincs nektek, gyilkoltok és irigykedtek, és nem nyeritek meg. Harcoltok, háborúskodtok, és nincs semmitek, mert nem kéritek. És ez történt itt a Ráhellel, azzal a különbséggel, hogy ő még kérte is. Mert ott többször olvassuk, hogy kérte, de nem kapta. Mert ott volt az irigység az életébe, és megakadályozta azt, hogy Isten áldásához tudjon hozzájutni. Tehát az irigység az egy nagyon komoly dolog az ember életébe, mert Isten áldásaitól foszt meg. És igaziból ez az ördögnek a csapdája. Tehát a saját magunk érdeke, hogy ezt minél hamarabb felismerjük, és kivessük az életünkből, és meg kell tanulni együtt örülni a más javán, ha most csak az értelmező szótár gondolatait nézem, a más javain, a más sikerein, más jobb helyzetén nem bosszankodok, hanem meg kell tanulnom azon örülni. Nem kell félnem attól, hogy én háttérbe szorulok azért, mert ő áldott, vagy azt gondolni, hogy ő pont én előlem húzta ki azt az áldást, ezért nekem már nem marad. Tehát én nem így képzelem el Istent, hogy most oda lepottyant valami, akkor ajjaj, kifogyott a raktár. Tehát ő bőségesen gazdag, és mindenkinek megadja ezt, de az irigység az egyértelműen, mint egy ilyen, nem is tudom, minek nevezem, így elvágja a fejünk fölött az áldás csatornáját. És ez történt itt
nézitek meg a Ráhellel is, amit egy az egybe leír, hogy kívánta nagyon azt a gyereket, de nem volt neki gyilkolt, irigykedett. Most nyilván nem beszélünk itt gyilkosságról, de azért a hegyi beszédben olvassuk olyat, hogy azt mondták, hogy ne gyilkolj, én meg azt mondom, hogyha haragszol a szívedbe. Tehát itt egy kicsit finomíthatunk a dolgokon. Tehát meg kell tanulni, örülni a másnak a javain, másnak az áldásain, méltányolni azt, és ez egyfajta, hogy úgy mondjam, királyi gondolkodásmód, nem? Tehát mi egy mennyei királysághoz tartozunk, tanuljuk meg ezt a királyi gondolkodásmódot, hogy nekünk nincs szükségünk irigységre, hogyha ha tényleg hiszem azt, hogy Isten áldása ott van az életemben, ha hiszem azt, hogy Istennek terve van az életemre, akkor nincs szükségem arra, hogy irigykedjek másén, nem? Mert tudom azt, hogy Isten szeret, megáld, jó dolgokat készített el számomra, és azért, mert más életében esetleg előbb meglátom azt, amit nekem még nincs, pedig szeretném, az nem jelenti azt, hogy én nem fogom megkapni. Tehát hiszek abba, amiről beszéltünk, hogy van az időnek alkalmatossága, és a jó időzítésébe Istennek ez meg lesz. És szeretem ezt az Úrba, hogy Isten belehelyez időnként ilyen helyzetekbe. Hogy elvonultat előttünk olyan embereket, akinek már megvan az, ami nekem kellene, vagy amit én nagyon, nagyon szeretnék. És itt is, nekem is volt egy pont az életemben, amikor ezt tudatosan eldöntöttem, hogy az ilyen helyzetekben úgy fogok gondolkodni, hogy azért viszel Isten ilyen embereket a szemeim előtt, hogy egy látást adjon, hogy nekem mit akar adni. Hogy növekedjen ebbe a hitem, hogy lássam azt, hogy ide akar Isten elvinni, és hiszem, hogy nem véletlen jönnek, mennek az életembe emberek, és elvonultat előttem, vagy most jelképesen egy ilyen embert, azt ő azért teszi, mert szeretné, hogy a hitem táguljon, a látásom táguljon, hogy ez az a szint, ahova vinni akarlak, és még tovább. Jó, tehát látás, ezt itt így kell tekinteni, hogy látást ad nekünk az Úr, jó, és ezért kell örülni, mert ez ilyenkor egy fejlődési lehetőséget hord a hitben, a látásban, jó, tehát egy megelégedett emberként kell élni, és örülni tudni más áldásainak, és így ki lehet kerülni az irigységet. És ugye a 37-es Zsoltárban van az ige, hogy gyönyörködjél az Úrban, és megadja neked a szíved kérését, tehát nem azt olvasom, hogy irigykedjél, és akkor meg lesz neked, hanem azt, hogy az Úrban gyönyörködjél, és ő folyamatosan munkálkodik, tehát nem csak akkor munkálkodik, amikor már látom az eredményt, mert sokszor beleesünk ebbe a hibába, hogy nem látom, és akkor azt gondolom, hogy most mi van, Uram, hát nem cselekszel, dehogy nem, hát Isten a színfalak mögött is cselekszik, csak elő kell állni az alkalmas embereknek, az alkalmas szituációnak, a dolgok összeállása kell ahhoz, hogy legyen, és akkor utána nyílik meg az ajtó, amikor összeállt minden. De attól még, mert nem látom, az nem azt jelenti, hogy Isten nem munkálkodik. Jó? Tehát ő nem csak akkor lép munkába, amikor már itt az áldás, hanem előtte is, hogy oda jusson. Jó? Tehát ezt így kell látni, és nem szabad így gondolkodni, hogy bárcsak nekem olyan lenne, bárcsak, de jó. Mert annyira mindenkinek egyéni, nem? De jó autója, de jó háza, de szép haja, de jó férje, de jó szolgálata, szóval hát egyéniek, de szép szemmel, mit tudom én, tehát itt bármi lehet, hogy neked miért nem olyan van. Tehát ez így nem működik, ezt abba kell hagyni, ezt a gondolkodásmódot, neked nem olyan van, jó? Neked más van, avval kell megtanulni elégedetlennek lenni, és ha ilyen gondolatok vannak az emberbe, akkor bizony ez nem jó motivumból fakadó, és ezeken munkálkodni kell, és dolgozni kell rajta, be kell venni erre a gyógyszert, ami az Isten igéje, hogy odaigazítjuk a gondolkodásmódunkat. És ha ez súlyos probléma valakinél, akkor nem elég egy kis kanál gyógyszer, akkor azt tanulmányozni kell, meg kell nézni, megvallani az igét, tehát akkor azzal foglalkozni kell. Jó, na most ha itt belepillantunk a 30. részen belül ebbe az irigykedős versenyben, akkor egy pillanat képet is kapunk, és az a megdöbbentő, hogy ez csak egy napi kép, tehát itt ez zajlott, ez a bizonyos mandagórás történet. Amikor
Ugye a Leának az egyik gyereke, a Ruben, kiment a mezőre, és mondogórát talált. Ez egy ilyen gyógynövényfél, amiről azt tartották, hogy a fogamzó képességet növeli. Na hát mire volt Ráhelnek szüksége? Arra nagyon is szüksége volt, de kitalálta a mondogórát, hát a Lea. Na, erre mi történik? Itt elindul egy egyezkedés, és akkor mondja a Lea, a Ráhel, hogy ad nekem azt a mandagórát, és cserébe ma háljon veled Jákob. Tehát ugye indul az egyezkedés közöttük, és végül megegyeztek, odaadta a mandagórát, és aznap este ugye Leához ment be. De itt nagyon érdekes dolgok vannak, például a Lea, nézzétek meg, így fogalmaz, hogy ez csak mutatja szerintem ez a napi pillanatkép, hogy gondoljátok el, ez zajlott napi szinten közöttük, és így éltek egymás mellett a két feleség, hogy nem elég, hogy a férjemet elhódította tőlem, még a fiam mandagóráját is el akarod venni. Tehát itt egy nagyon éles viszonyban voltak, és nagyon ellenségeskedés volt köztük. És nézzétek, a Ráhel azt felelni, hogy jól van, ma éjjel háljon veled, Jákob, csak add nekem a mandagórát. És képzeljétek el, hogy arra a szóra, hogy vele hál, a héberben két különböző szó van. Az egyik a sakád, ami azt jelenti, hogy vele fekszik, és a másik pedig a jádá, ami azt jelenti, hogy ismer. És a Bibliában két különböző, ha én megnéztem, hogy mikor mit használ, és az, amikor ugye ismeri őt, akkor ott mindig az van, hogy ismerte az Ádám, ismerte a feleségét, Káin ismerte a feleségét. Tehát a jádát mindig arra használja, és valóban kifejező is a szó, hogy megismerni a másikat, amik egy jogos szövetségen belüli viszonyt jelképeznek. A másik szó pedig, hogy vele fekszik, azt a Dina történetében találjuk, amikor megerőszakolták, azt olyan esetekben találjuk, amikor a szolgálóval belehál, de erőszakból, amikor nem egy szövetségen belüli megismerés, csak egy vele fekszik. Szerintem nagyon jól kifejezi a mai világnak is, meg az, amire Isten teremtette. És képzeljétek el, hogy itt ugye tudjuk, hogy Lea is, és Ráhel is, mind a kettő hivatalos felesége a Jákobnak. Tehát mi illene, hogy legyen nála? A jádá, vagyis az, hogy ismeri őt. És a Ráhel mit mond itt? Azt mondja, hogy jól van, feküdjön csak veled ma Jákob. És szerintem ez nagyon durva, mert ez azt mond, tehát ezzel szerintem porigalázta. Mert mi jogon mondja azt? Hát ő a felesége, és joga van ahhoz, hogy őt ismerje a férje. Tehát mit lehet itt látni, hogy egy olyan ember, aki irigykedik, az a beszédével lekicsinni a másikat, és így ledegradálja őt, hogy jól van, na nesze, feküdjön ma veled akkor. És neki nem ez a jogos része. Tehát egy irigy ember, az a beszédével igenis lekicsinni, megalázza a másikat. Tehát nem csak a gondolkodásában nyilvánul ez már meg, hanem a beszédében is. És valóban itt azt látjuk, hogy Lea eléje sietett Jákobnak, és mondta neki, hogy gyere be ma hozzám, mert megegyeztünk Ráhellal, és megfizettem a mandagórával, érted? És hát miért kellett Leának elé sietni? Hát azért, mert valószínű, hogy alapból nem oda járt a Jákob. Tehát itt ugye nyilván sátrakba éltek, volt egyik nőnek is, másiknak is sátra. Tehát itt is láthatjuk, hogy azért nagyon megalázott volt. Neki elé kellett mennie, hogy most ide gyere, és még meg is kellett mondania, hogy én ezt már lebarteleztem, és megfizettem a mandagórákkal, ezért most gyere hozzám. Tehát nagyon megvetett volt valóban az ő sorsa, és itt az a szó van valóban, hogy megfizettem nektek. Ez azt jelenti, hogy sákár, és utána itt valóban megfogan, és ebből jön az Issákár nevű gyerek. Tehát itt egy fizetségről van szó a Lea részéről. Megint mit láttunk, hogy a Lea szüli a gyerekeit, és újra akarja igazolni az ő szülésével, ha kell, fizetséggel is, hogy ki akarja érdemelni a Jákobnak a szeretetét. Akár, ha kell, ezzel a gondolkodásmóddal is, hogy kifizetem, csak most már hadd legyen az enyém, és szeressen engem is. És
Az egyik gyerek névbe, ez talán benne is van, hogy most már szeretni fog engem az én férjem. Tehát itt a Leánál ezt lehet látni, hogy az összes gyerek szülésnél ő végig ezeket a cselekedetei által akarja a Jákobnak megszerezni a szeretetét és kiérdemelni, és ugye erről beszéltünk, hogy ezt nem lehet kiérdemelni Istennél. És a Ráhel pedig, akit szerettek, ő neki meg olyan dolgok voltak az életébe, az irigység, a szokásokhoz való fordulás, mert ő fordult először a szolgálóhoz, ami meg megakadályozta őt abba, hogy részesedjen az áldásokba egy ideig. Jó, tehát itt a tüzes versenynek ez egy pillanatképe volt, hogy megfizettem, odaadtam, és közben a Lea is imádkozott, tehát azért nem mondom azt, mert többször is említi, hogy Isten meghallgatta Lea kérését, szült, tehát Lea is imádkozott, tehát itt most nem erről van szó, hogy ő volt aki, tehát, de mégiscsak ezt észrevehető az ő cselekedeteibe, és akkor itt menet közben azt látjuk, hogy megszületik a Leának a 6. fia, plusz még egy lánya, a Dina, plusz a két-két szolgálótól is van már 2 fiú, tehát összesen már 10 fiú, és egy lány van, és a Ráhel még mindig úgy áll, hogy nincs gyerek. Tehát ez minimum 10 év, ha nem több. Nem tudhatjuk, hát 10 gyerek, és átlagolunk, 10 év minimum. Tehát ez nem egy ilyen hip-hop történet volt, és azért 10 évig így élni, abból kijönni, ezt is tudjátok, hogyha valamiben minél hosszabb ideig az ember benne van, abból annál nehezebb a szívét olyan állapotba hozni, hogy az tényleg gyökerestül ki tudjon jönni. De hál' Istennek itt fordul a történet, és a 30-22-ben azt olvassuk, hogy ezután Isten pedig jó indulattal fordult Ráhelhez, és teljesítette az ő kérését, és megadta neki, hogy gyereke legyen. Tehát itt jött, és ekkor született meg a József. És valóban itt lehet egy fordulatot látni az egész történetben, és eddig ugye nyilván Ráhel fel kellett, hogy ismerje a problémáját, hogy ez neki nem jár. Tehát ugye Jákobhoz is úgy ment, hogy adj nekem gyereket. Tehát ő benne volt ebbe az irigységbe, versengésbe, szokásokhoz fordult, nem teljesen az Istenhez és a hitéhez, hanem azért beseg, ugye Sáránál is ezt láttuk, hogy segítsünk be az Úrnak itt a szolgáló, hogy ha nem megy annyira, majd én segítek, megmutatom. Tehát itt sok-sok olyan akadály volt az életében, pedig kérte. Tehát ugye ezt láttuk a Jakab levélben is, hogy kérte, de nem kapta, mert irigység volt, mert versengés volt, stb. Tehát itt jött egy törés a Ráhelnek az életébe, és felismerte azt, hogy ez neki nem jár, és ő neki erre nincsen meg a képessége per pillanat. Tehát itt fel kellett neki ismernie, hogy meddőség van az életében, ő erre nem képes, és ez egyedül Isten az, aki megnyitja a méhét, egyedül Isten az, aki könyörül, akin könyörül, kegyelmez, akin kegyelmez. És ez hozta meg az ő életébe a fordulatot, amikor felismerte ezt, hogy itt minden kegyelemből van. És ekkor végre megszületett a József, és nagyon tetszik nekem az, hogy megszületik a József, és akkor nem olvastam fel, de ezután írja a Biblia, hogy Jákob meggazdagodott. Tehát bejött a József a családba, és egyből jött vele az anyagi áldás is. Tehát nem elég, hogy gyereket kaptak, de még az áldás is jött azáltal, hogy megnyílt egy olyan ajtó. És még itt arról szeretnék beszélni, hogy igen, tehát megszületett a József, meggazdagodott, és ekkor határozta el a Jákob, hogy ott hagyja a Lábánt. Tehát itt lehet látni, és ugye a Lábánnak is voltak problémái azért az irigységgel, azért ez akár egy generációs probléma is lehetett nála, mert ugye itt felolvastam a 31. részben, hogy a Lábánnak a fiai látták, hogy meggazdagodott Jákob, és irigykedtek rá, már azt mondogatták, hogy elvette apánk áldását, látták a gazdagságot, és látta a Jákob, hogy már nem úgy viselkednek vele. Tehát ugye egy irigyen, meg ugye tudjuk, hányszor becsapta, hányszor megváltoztatta a bérét,
Tehát egy olyan ember kezébe volt benne a Jákob, aki egy, alapvetően egy irigy, csaló ember volt. De mit látunk a történetükből? Az, hogy Isten kiszabadít az irigy embereknek a kezéből. Tehát itt is szólt hozzá, szólt Jákobhoz Isten, és mondta neki, hogy induljál el. Tehát az Isten szól, és ad ki jelentést arra, hogy mit kell lépni, és mit kell csinálni. És így ki lehet menekülni, jó? Tehát én ebbe gyakoroljátok a hiteteket, hogy Isten, tehát az áldott embert Isten kiszabadítja az irigy ember kezéből. És itt is ezt látjuk. Vagy fordítva is igaz, hogy a sikeres ember eltűnik az irigy embernek a környezetéből. Azért nem így irigy, mert akkor a sikeres emberek eltűnnek az életedből, és így még frusztráltabb lesz az ember. Jó, tehát ne bánt, ha sikeres ember van az életedben, vagy körülötted, hanem látás, jó, hogy mit akar az Úr. És valóban ki lehet így kerülni az irigy embernek a kezéből, méghozzá úgy, hogy elfogadja az ember ugye a saját helyét, a saját helyzetét, és felismeri, hogy amilyen neki van, azt az Úrtól van, és ezzel is tisztába kell lenni, vagy avval, hogy milyen nincs. Tehát például ez is fontos, hogy ne csak azt tud, hogy mit van, hanem az is, hogy mit nincs. Nézd meg a Keresztelő János például, hogy elküldött, hogy megkérdezze, hogy megkérdezték tőle, hogy te vagy a Krisztus, és ő nyíltan mondta, hogy nem, én nem az vagyok. Tehát ezzel is tisztába kell, hogy nekem az nincs. De mint ahogy a Láhel is felismerte, hogy nincs meg ez a képességem magamból fakadólag. Tehát ezeket így jó felismerni, és ugye amiről beszéltünk, hogy jó, hogy megtanulok örülni másnak az áldásán, akkor Isten ki tud szabadítani az irigy embernek a kezéből. Még annyit így gondoltam, vagy észrevettem, hogy Lábánnál is, amit említettem, láttam irigységet, lehet látni irigységet az életébe, amikor először az Eliézer, ugye az Izsák szolgál, vagyis a szolga jön a Rebekánál beszéltünk erről, ugye, hogy megjött az Eliézer a szolga, átadta a Rebekának a fülbevalókat, aranyakat, ezüstöket, és utána a Lábánt írja is, hogy azonnal rohant ki a kovuthoz. Tehát a nagy vagyon, mert minden meglátta, hogy micsoda gazdagságot hozott, és rohant oda. És ugye bejött a Rebeka az életébe, megment a szolga a házukba, rengeteg ajándékot, emlékeztek, adott az Eliézer a házukba. Tehát Isten igazából a Lábán az áldást Ábrahámtól kapta, forgatta, ugye? De mi történt itt, amikor pöttyögetett állatok meg feketék, azt a vagyont Isten újból visszaadta a Jákobnak. Tehát ugye itt történt egy vagyon áthelyeződés. Tehát itt azt is lehet látni, hogy az irigy ember kezében nem marad meg az áldás. Tehát még ha van is neki, akkor nem tud megmaradni a kezébe, és ezt tanítani kell a gyerekeinknek is az irigységről, hogy ne irigykedjenek, mert az mit áldástól is elvesz, tehát áldás átvételitől is, de a kezéből is kimegy az áldás. És lehet, hogy nem állítom, csak lehetőségként mondom, hogy lehet, hogy itt egy generációs irigységet örökölt a Ráhel, és azért tudott így felütni az életébe, ilyen komolyan ez. És nézzétek meg, hogy az irigység még a természetes áldástól, a szüléstől is megfosztotta, nem hogy egyéb úgymond ilyen produktivitástól. Tehát nem csak természetes, hanem egyáltalán úgymond a gyarapodásra való képességétől megfosztja az embert az irigység. Jó, tehát azért ne légyetek irigyek, dobjátok ki az életetekből, és bánjatok el vele, és változtassátok meg a gondolkodásmódotokat, hogy Isten szerint gondolkodjatok, és tudjatok örülni más javain. A látás, hogy ezt azért adja Isten, hogy milyen áldásba akar részesíteni. Jó? Még egy gondolat, hogy az irigység hogyan rombolja le az embernek a személyiségét. Ez egy nagyon kemény történet. Nem fogok belemenni, csak tételszerűen így felsoroltam, de nagyon döbbenetes a Saul ...nak a személyisége, méghozzá azután, amikor azt énekelték a körtáncban a lányok, hogy Saul legyőzött ezret, Dávid meg 10 000-et. És ezután elindul a Saul személyiségének a totális leépülése. Mondom, én csak most tényleg pontokba szedve, de nagyon látszik, ahogy folyamatosan épül le az ember.
hogy először csak meghallotta a másik embernek a sikerét, tehát hallással indult, bejött az életébe az irigység, haragra gerjedt a Dávidra, ő abban az esetben irracionális volt a haragja, nem volt oka, csak ő hitte. Tehát most ebben mi az ok, hogy ő legyőzött ezret, tízezret? Nem jó, hogy egy olyan hadsereg vezére van, aki 10 000 embert képes legyőzni, a ketten összefogtak volna, még többek lettek volna. Tehát azt írja az ige, hogy rossz szemmel nézett a Dávidra, tehát elkezdett rossz szemmel nézni. Ez mit jelent, hogy mindenben rosszat lát? Akármit csinál, azt feltételezi, hogy aj, mit mutogatja már, mit ez, mit az, már megint azt hiszi, hogy, és közben nincs valóságos alapja. Egy tévképzete alakult ki a valósággal szembe, és az a durva, hogy az ember azt hiszi, hogy az a valóság. Tehát annyira beleluvalja az irigység az embert, hogy valóságként képzeli el a nem valóságot, és közben csak a saját fejében zajlik, és sokszor meggyőzhetetlenek is ilyen esetben, amikor már nagyon benne van valaki, vagy évek óta, nem mindig lehet meggyőzni, hogy azt hidd el a fejedben egy tévképzet, mert ő váltig állítja, és fejből felsorakoztatja neked, hogy mert ott, akkor mert ott, akkor mert ott, azt mondta, így gondolta, barátom 20 évvel ezelőtt érettségi tételre nem emlékszik így, de arra mondatra emlékszik. Tehát ez a tévképzete, ez egy erősségé nő, pedig Dávid nem is vétett Saul ellen, azt ne felejtsük el. Beszédében is megnyilvánult a Saulnak, tehát elkezdett róla úgy beszélni, ugye ezt itt is láttuk a Ráhelnél, hogy a beszéde. Sikeres emberrel szembe, ugye belülről hajlamos az ember egy ellenállás lenni, és utána azt írja a Saulról, hogy démonizálódott, tehát démonok jöttek az életére, és ezután jött, hogy elkezdett a cselekedeteiben is megnyilvánulni. Tehát az irigy elkezdte üldözni a sikeres embert, és azt kívánta, hogy ne valósuljon meg az áldás az életébe. Tehát Saul tudta, hogy Dávidnak van kenete, és egyszerűen elkezdte üldözni, eltávozott tőle az Úr szelleme, tudta Saul. És utána azt írja, hogy félni kezdett tőle, tehát látja azt, hogy sikeres az a másik ember, egy félelem jött be. Mit látok itt? Az irigységnek összefügg a félelemmel. Ha neki van, akkor nekem nem lesz. Jaj, az én áldásomat vett el, és a végén abban nyilvánult meg, hogy meg akarta ölni őt. Tehát gyilkos indulatok, ugye, amit gyűlölet is lehet. Tehát itt egy totális összet. Tehát itt lehet látni az ő példáján, hogy teljesen leépíti a személyiséget, és tönkre teszi az irigység, tehát mindenképpen ezzel a problémával foglalkozni kell. Akkor szeretném most még megnézni így a fiaknak a számát, így arányokba, és hogy ennek így milyen üzenete van így számunkra. Ugye részben már beszéltünk róla, de azért jó így kiemelni, hogy ugye mire Ráhel megszülte az első gyermekét, addigra már Jákobnak 10 fia volt, ugye, meg egy lánya. Tehát ugye Lea és a szolgálókkal együtt. És ugye beszéltünk arról, hogy Ráhel szülésének az előzménye volt ugye egy változás az ő életében, a szívében, és így tudott bejönni a kegyelem az életébe. De ha az időt nézitek, a 10 fiú, akkor azt lehet látni, hogy a kegyelem munkájának a meglátszódásáig sokszor várni kell. Tehát ki, hogy az ki tudjon munkálódni bennünk, hogy az meglátható legyen, erre várni kell, és nem szabad azonnali eredményeket várni, nem szabad türelmetlennek lenni, mert ugye ez szülte Sáránál is a szolgálótnál, Ráhelnél is a szolgáló megoldást, hogy türelmetlen volt és emberi eszközökhöz nyúlt. Tehát van ilyen, amikor úgy tűnik, és azt hiszi az ember, hogy késik. De nem, csak idő, amíg meglátszódik, és lehet ebben bízni, és a zsidó levél mondja azt, hogy még egy kevés idő, és eljön. Tehát türelem és várakozással lehet elnyerni az ígéreteket, és nagyon szeretem, a Habakukban van egy olyan, igen, Habakuk 2:3-ban, hogyha úgy tűnik, hogy késik, kitartóan várjál, mert eljön, bizonyosan eljön, és nem késik.
Tehát Isten ígérete eljön, a kegyelemnek a gyümölcse eljön az életünkbe, és az nem késik, még ha mi azt is hinnénk, hogy az késedelemben van. És az egy, a 2 Péter levél is beszél arról, hogy az Úr soha nem késik el az ígéretek teljesítésével, még ha valaki ezt gondolná is. Tehát gondolkodjál úgy, hogy jó időzítésben vagyok, és Isten tökéletes akaratában van az életem, és nem fog az ő ígérete elkésni, és nincs szükség, hogy türelmetlenül emberi megoldásokhoz nyúljon az ember, jó? Tehát nem kell elkeseredni, nem megy minden azonnal, van, amikor időre van szükség, hogy valami kiformálódjon és meglátszódjon, de ez pontosan annak a jele, hogy munkálkodik, munkában van a kegyelem az életünkben, jó? És végül is látjuk, hogy Ráhel is hopp, meglett, és megkapta a fiat, a Józsefet az életében. Jó, tehát ez van, hogy idő, ez hozzátartozik a munkához. Jó, akkor egy picit ugrok itt a történetbe, ugye itt láttuk azt, hogy megszületett végre valahára a József, utána Jákob meggazdagodott, és elindultak, vagyis, hogy szól Isten Jákobnak, hogy indulj el, menj vissza a szülőföldedre. És itt olvasok egy olyat a 31.4-ben, hogy Jákob üzent a feleségének, és kihívta őket arra a helyre, és ezt is ezt mondta nekik. Tehát itt lehet látni az ő kapcsolatukban egy olyat, hogy ő megbeszélte ezt a feleségeivel. Oda hívta, és megbeszélte a dolgokat. Tehát egy jó kapcsolat volt közöttük, méghozzá mi által, a beszéd által. Tehát a kapcsolatot a kommunikáció által lehet építeni, és ez nagyon fontos is, hogy a dolgokat megbeszéljük, és így tud előre menni a dolog, mert ha megnézem Rebekát és Izsákot, ott nem teljesen ezt láttuk. Ott azért kihallgatta, ez történt, gyorsan hívatta Jákobot, hogy ezt hallottam, csináljuk ezt. Tehát ott nem lehetett látni az események alakulásából, hogy egy ilyen közvetlen kapcsolat lett volna közöttük. Itt jobban észrevehető, hogy tényleg megbeszéli velük, és szintén hosszú verseken keresztül részletesen elmondja, hogy ez történt, az történt, Isten ezt mondta nekem, ezt csináljam, azt csináljam. És ő a férfi a családban joga lett volna azt mondani, hogy csomagoljunk, indulunk. De ő ezt megosztotta, és nagyon jó erre a Ráhel és a Lea válasz a 14-es versbe. Azt válaszolták, hogy nincs már nekünk semmi karesnivalónk itt, most hát tedd meg, amit Isten mondott neked. Tehát itt egy nagyon pozitív dolgot látunk őtől, hogy mind a ketten egységben végre támogatják a Jákobnak az Istentől kapott vezetését. Tehát fontos ez egy feleségnek, hogy tudja támogatni a férjének a látását, a vezetését. Tehát egy támogató, egy segítő szerepbe legyen. Nem kezdtek el itt aggályoskodni, ó, mi már születésünk óta itt éltünk, hova menjünk, ki a pusztába. Tehát itt egységbe képesek voltak a férjükhöz csatlakozni, pedig ugye eddig együtt éltek az apjuk háza környékével, de képesek voltak külön választani, hogy mi most már az ő családjuk egy házasságon belül. Tehát ez szerintem jó így gondolkodni, hogy apa, anya, gyerekek, a mi családunk, a nagyobb család az, hogy a nagyszülők. Tehát szerintem ez jó így magunkba is, a gyerekekbe is, hogy ki is a mi családunk, és akkor így könnyebb az elsőbséget is megtartani a felé, hogy a férjem felé legyek. Mert ugye szoktak ebből családi konfliktusok lenni, legtöbbször úgy, hogy a feleség az ő szülei mellé áll, vagy a férje a saját szülei mellé. És ez óriási megosztást tud hozni házasságokba, meg balhékat. És én úgy gondolom, hogy még sokszor akkor is a házas párnak össze kell fogni, amikor esetleg egy jogos dolog van, mert abból nagyon nagy konfliktus tud kerekedni, meg megosztás, az egység szétválasztása, hogyha az anyja vagy az apja mellé áll valaki. Most nyilván utána leülünk és megbeszéljük, hogy így gondoltuk, úgy gondoltuk, vagy ez helyes volt, vagy nem, de én szerintem itt
ha nem bűnről van szó, ha nem olyan dologról van szó, ami ige ellenes, nyilván amellett én nem állok, nem áll ki az ember, de jó, hogyha tudja a férj és a feleség, sőt a feleség egységben lenni és támogatni így a férjét, és tudja, hogy neki hol a helye a férje mellett, jó? És itt nagyon is megnyilvánul, bár ebben most nem szeretnék belemenni, hogy a Lábán nem akarja elengedni őket, és nagyon érdekes, hogy amikor utoléri őket, akkor a Lábán így fogalmaz, hogy miért raboltad el az én lányaimat, pedig én örömmel, ékes szóval így meg úgy bocsájtottalak volna az én unokáim, az én lányaim, akkor itt később megint mondja, hogy ezek az asszonyok az én lányaim, az én unokáim, az enyém, amit itt látsz, az én nyájam. Tehát ez itt mutatja ezt, hogy nem könnyű az apai és az anyai kötelékekből kijönni, és ő miután megházasodik az ember, mert sokszor ilyen visszahúzó erő van, hogy te az enyém vagy, te hozzám tartozol, de jó ezt így tisztázni, hogy megházasodik az ember, akkor ő már kihez tartozik. És eljön az idő, amit mond, hogy elhagyja apját és anyját, és az ő életükbe is eljött ennek az ideje, és nagyon bölcsek voltak, és nagyon okosak voltak, és jó helyre álltak, és ez egy nagyon pozitív lépésük volt, hogy tudták, hogy hova kell állni, és meg is tették, egységre jutottak, és támogatták, sőt, azt mondták, amit Isten mondott, azt tedd meg. Tehát, hogy tudták támogatni, még ha látszólag nem is biztos, hogy számukra ez kényelmes volt. No, tehát ez egy nagyon pozitív lépésük, és itt látjuk ebben a részben, hogy Ráhel, mielőtt indultak, ellopta a Lábánnak a bálványait. Hát ez egy érdekes kérdés, hogy ezt miért tette, miért volt erre szüksége, tradícióban, annyira ebben nőtt ő fel, vagy meg akarta támogatni ebben egy kicsit az Isten hitét, vagy talán nem teljes szívből bizott, és ezt így nem szeretném így kommentálni, hogy miért, de érdekes az esemény, hogy mégis ő ezt ellopta, és ezek után, ugye tudjuk, hogy Lábán utolérte őket, és mondta, hogy jó, de akkor legalább miért loptad el az én bálványaimat, és itt a saját apjának hazudott, becsapta, hogy nincs nála, miért nem adja vissza, sőt, a cselekedete kiváltott egy átokmondást ismét az életére, mert ugye a Jákob, bár tudatlanságból, mert nem tudta, hogy a Ráhelnál van, de azt mondta, hogy akinél megtalálod, halljon meg. És a férj egy tekintély, és tekintélyből olyan átok jött a tettére, amit utána be is igazolódik, hiszen a következő gyerekszüléskor idő előtt nem természetes módon meghalt. Persze, hogy nem Jákob hibája, hiszen nem is tudta, hogy nála van, de mégis az ő tette egy átkot vont maga után, és ez azért így nagyon kemény ezt így látni, hogy a kimondott szónak milyen ereje és milyen tekintélye van. Akkor itt a sorrendet felolvastam még nektek, ezt szerintem, amit a 33-as részben mondtam, hogy közelednek hazafele Ézsauhoz, Ézsauval való találkozáskor, és a Jákob felállítja a családot. És ez a sorrend, ugye mivel Ézsau azt a hírt kapja, Jákob, hogy Ézsau 400 katonával közeledik. Tehát joggal félt, és gondolta Jákob azt, hogy most biztos leveri rajtam a bosszúját, és hú, mi lesz, és okoskodott, hogy hogy állítsa föl a családot, hogy még ha lekaszabolja az elejét is, akkor maradjon valami. És itt a sorrendet kétszer is leírja, hogy elől álltak a szolgálók fiaik, Lea fiai, és leghátul állt a Ráhel és a fiai. Tehát ez annyira, ez nagyon megdöbbentett, hogy a Jákobnak a szívében a sorrend ugyanaz maradt. Akárhogy is teljesített a Lea, akárhogy dolgozott rajta, és próbálta a cselekedete által elnyerni a férje szeretetét, nem sikerült változást hoznia ebben. Tehát ez nagyon döbbenetes, hogy Jákob szívében ez ugyanúgy megmaradt, és igazolja, hogy a cselekedetek által nem lehet elnyerni a kedvességet Isten előtt sem. Tehát, mert Lea ezt nem vette észre, Ráhel ellenben rájött arra, hogy minden kegyelemből van, és így jött be a József az életébe, és így jött be a kegyelem az életébe, hogy ez egy ki nem érdemelt dolog. És ez a két nő nagyon is hordozza ezt a két üzenetet, hogy cselekedetből, vagy kegyelemből Isten bárányára
tekintve, vagy fáradtságos munkával lehet Isten jó indulatát megkapni, és ez ingyen kegyelemből van, ez külön érdemelt jó indulat. És végén még a Ráhelnak a szülésével kapcsolatban szeretném csak az utolsó Benjamin születésekor annyit elmondani, hogy ugye azt látjuk, hogy várta a második gyermekét, és ugye a szülés után meghalt, nem tudta élvezni annak az áldását, és a Timóteus levélben van benne az, hogy az asszony megtartatik a gyerekszüléskor, hogyha megmarad hitben, szeretetben és szent életben. Tehát ugye elolvassuk ezt a történetet, megjön az ember, hogy húha, szülés, ilyenek is vannak, de nem ezt mondja Isten igéje számunkra, hanem azt mondja, hogy ha megmaradok hitben, szeretetben és szent életben, akkor megtartatok. Nézzük, hogy a Ráhel ebbe hol hibázott. Hitben megmaradt a szülésnél, ugye először azért próbálta ő ezt a bálvány dolgot, tehát próbált ő emberi megoldásokat is beletenni az életébe, tehát volt, hogy ott hibázott szeretetben, ugye az irigységben volt az életében, ott is volt hibázás, és a szent életben bejött a bálványok. Tehát, hogyha az ember hitben, szeretetben és szent életben marad, egy nőnek minden bizodalma meg lehet abban, hogy az Úr megtartja őt a szülésben, és lehet áldottan, gyorsan, könnyen szülni. És ebbe, aki még előtte áll, az ebbe gyakorolja a hitét, hogy lehet így szülni. És hogy ne fejezzük be azért szomorúan, itt van egy nagyon jó a gyereknév adásban, ez nekem nagyon tetszik, hogy így pozitívan fejezzük be, hogy ugye megszüli Ráhel a gyermekét, és azt a nevet adja neki, hogy Benóni, ami ugye azt jelenti, hogy szenvedésen fia. Ugye hát nyilván nehéz volt a szülésre, és adott egy ilyen nevet. És jön a Jákob, és abban a pillanatban megváltoztatja a nevét, és azt adja neki, hogy Benjamin lesz a neve, a jobb kezem fia. És ebbe is van egy nagyon jó üzenet, hogy a mi sorsunk alapvetően a bűneink miatt szenvedés lenne. De jön a mi Jákobunk, és megváltoztatja a nevünket, és nekünk az a sorsunk, hogy a jobb kéznek a fiai legyünk, és a Bibliában a jobb kéz mindenütt az áldás, mindenütt az igazság. Igazságom jobbjával támogatlak, megsegítelek, tehát ilyen Jákobunk, ilyen megváltónk van, aki fordított a mi sorsunkon, és egyáltalán nem szenvedés a sorsunk, hanem a jobb kéz az áldás a mi sorsunk, és ez Krisztus miatt van szintén újabbok. A hálaadásra, újabbok a látásra, hogy így tekintsünk a sorsunkra, hogy mi Benjaminok vagyunk, nekünk ez a jogos részünk. Nagyon érdekes a gyerek neveknek a jelentése. Még ezt elmondom nektek, mert nagyon jól látszik azért a Leának a jellemfejlődése. Tehát így nem vetendő el a Lea egyáltalán, hiszen Istenhez fordult, stb. Tehát semmiképpen sem szeretném Leát negatív fényben feltüntetni, mert azért, ha megnézem azt, amit mondtam, hogy az 1 Mózes 49-ben ki van bent a családi sírba, ott van Ábrahám, Sára, Izsák, Rebeka, Jákob és Lea. És a Ráhel nem ott van a sírban, mert ő idő előtt halt meg, és az úton Efratába kellett eltemetni. Tehát azért, ezt most csak azért mondom, hogy tényleg Lea is úgymond az ős anyáknak volt, vagy a pátriarkák korának egy nagy embere volt, semmiképpen sem szeretném őt negatív fényben feltüntetni, hordoz üzenetet mindenkinek az élete, de ez is szerintem, hogy ugye nézzétek meg az élete végét valakinek, és azért ez is érdekes, hogy a Ráhel nem tudott a családi sírba bekerülni, bár történt változás az életébe, de mégis voltak olyan dolgok, amikről ő így lemaradt. A másik érdekessége pedig, ha megnézzük a gyerek neveket, csak így tényleg gyorsan átfutva, hogy lehet látni, hogy Leának azért egyfajta jellemfejlődésen és változáson ment keresztül, ha sorrendben nézem, hogy mikor milyen neveket ad. És nagyon is látszik, hogy ő fordult Istenhez, tehát a gyerek neveknél nálam majdnem mindig benne van az Úr neve. Tehát ez is érdekes, hogy önnál a majdnem mindig. Nézzétek, az első gyereke volt a Ruben, azt jelenti, hogy nézd, fiú lett, és
azt mondta, hogy meglátta az Úr az én nyomorúságomat, úgymond ott minden olyan jelentésű szó van, hogy szegénységemet, megvetettségem, megalázottságom, gyűlöltségem, és most már biztosan szeretni fog a férjem. Tehát az Úr ugye, tehát hogy ő neki egy nyomorult, megvetett, innen indult ki a történet. De tehát látja az Úr ezt, ő így gondolkodott azért, hogy az Úr az látja, de innen indul ki a jelleme, hogy nyomorult, megvetett vagyok, ami hát volt is benne igazság a körülményeik. Második fia, Simeon, azt jelenti, hogy meghallgatott. Itt azt mondja Lea, hogy meghallgatott az Úr, és az én megvetett voltomat meghallotta. Tehát az előbb látás volt, hallás. Itt is még benne van ez a megvetett volt, és adott nekem fiút. A következő a Lévi. Itt azt mondja, hogy na most már aztán ragaszkodni fog hozzám a férjem, mert 3 fiút szültem neki, és itt és nálam lesz biztosan. És csatlakozik hozzám, ide jár, nálam maradt. Tehát gondolta, hogy most már ennyi fiúval kiérdemelte azt, hogy a Jákob hozzájöjjön. A negyediknél a Júda, az már azt jelenti, hogy dicséret, most már hálát adok az Úrnak, tehát már kezdett abból a voltából kijönni, hogy csak az ő megvetettségére nézett, és el tudott kezdeni már hálát adni azért, amilyen neki megvolt. Itt bejön most a Ráhelnak a szolgálótól született 2 gyereke, a Dán, azt jelenti, hogy ítélet. Ráhel egyből így állt hozzá, ítélt felőlem az Isten, és meghallgatta a szavamat. Tehát itt azért érezzük még azt a versengést, hogy az ítélet alapján most nekem végre megvan. A következő fia Naftali, azt jelenti, hogy küzdelem, szintén a szolgálótól. Nagy tusakodással küzdöttem lényémmel, és győztem. Tehát itt látjuk, hogy még a Ráhel javában benne volt a tusakodásban. A következő szintén egy szolgáló, de a Lea szolgálójától jött az Isakár, ez volt, amit mondtam, hogy a mandagórával kifizette, tehát Lea még itt benne van ebbe, hogy megadta az Isten a jutalmamat, kifizette, és azért, amiért odaadtam a szolgámat. Utána jött Zebulon, azt jelenti, hogy lakozás, megajándékozott Isten engem jó ajándékkal, és most már velem fog lakni a férjem. Most már biztosan megbecsül engem az én férjem. De itt már arról beszél, hogy Isten őt megajándékozta jó ajándékkal, tehát már képes látni ezt, hogy nem csak a megvetett voltját, a problémáját látja, hanem már eljutott egyfajta hálaadásra, eljutott arra, hogy itt már ajándékokról van szó, ezt a Isten adja, és talán, de azért benne van még, hogy most már azért biztosan velem fog lakni a férjem, és utána jött még a József, ugye, és a Benjamin. Tehát itt a nevekből azért lehet látni, hogy bár Lea próbálta kiérdemelni a dolgokat, de mégis szerintem lehet ebben látni egy ellenfejlődést az ő életébe, és a személyisége meg tudott változni, az identitása azért meg tudott erősödni. Tehát itt láthatjuk, hogyha az ember nem irigykedik, akkor van esélye a változásra, van esélye a fejlődésre, hogy kijöjjön ebből a problémából, és ahogy jöttek az áldások, ahogy jöttek a gyerekek, úgy tudott ő is kijönni azért ebből a megvetett voltból. De azért az üzenetét látjuk, hogy kiérdemelni mégsem tudta azt a tettei által. A saját körülményeihez képest jobb helyzetbe került nyilván. Tehát itt ennyit szerettem volna most így nektek mondani. Köszönöm, hogy így meghallgattatok. És jó.